Az 1998 óta működő Algyői Móra Ferenc Népszínház a magyar vidék és a határainkon túli magyar lakta területek színházigényét próbálja kielégíteni művészi fokon rangos szerzők alkotásainak bemutatásával. Legutóbb Ükó Betty Bűntény a Kecske-szigeten című darabját tűzték műsorukra, amelyet többek között Szegeden a Petőfi Telepi Művelődési Házban is bemutattak. Ükó Betty a 20. századi olasz drámairodalomnak Pirandello mellett a legismertebb képviselője. A Bűntény a Kecske-szigeten című drámája indította el a világsiker felé, de nem hazájában, hanem az 1953-as franciaországi bemutatóval nem sokkal halála után. A Bűntény a Kecske-szigeten egyik tipikus erkölcsi tételét sűríti szuggesztív erővel. Az ember csak ideig óráig menekülhet életének kudarca elől, megpróbálhat elzárkózottságba vonulva felejteni, de az elfojtott szenvedélyek előbb-utóbb kitörnek, és tragédiákat robbantanak ki. Maga mit keresik? Bocsásson meg, de éppen idejöttem ebbe a házba. Ez itt elég mosiáza, nem? Mit akar? Szilvia! Nyugodjon meg! Szilvia! A fejembe, nyugodjon meg! Sajnálom, hogy ilyen árról szokat állapotban vagyok, de az út meg a bor. Ez itt elég mosiáza, nem? A tanár úr hónapokkal ezelőtt meghalt. Tudom. Na, az az enyhe. Ő nem. Akkor a testvére Pira. Az. Az özvegy még nincs itt van? Hamarosan megjön. Akkor megvárom. És mondja, a leánya, a Szilvia kisasszony, hogy van? Halad a tanulmányaiban? Talán itthon is van. Azt hiszem, nem tudom. Megengedj, ugye? Köszönöm szépen. Szép itt. Magányos, de nagyon vonzó hely. Másképp gondolkodna, ha itt kellene élnie. Uh-huh. Mi nem vagyok ide valós ilyen. A földet miért nem művelik? A kecskék miatt. Mindent lerágnak. Kecskék? És sok van? Belőlük élünk. A Bűntény a Kecske-szigeten című darabot az Algyői Móra Ferenc Népszínház előadásában, Kátó Sándor rendezésében, többek között a Petőfi Telepi Művelődési Házban láthatta a közönség. Sokat törtem a fejem, hogy Ükó Betty, aki bíróként dolgozott a római legfelsőbb bíróságon, ugye ezt az életből merítette a történetet, avagy a Kecske-sziget létezett. Nem tudom, de ettől függetlenül egy nagyon izgalmas történet, aminek az a lényege, hogy rejtélyes, izgalmas, ami a közönségnek végig egy fejtörést okoz. És szerintem a titok fejtés ez egy nagyon fontos dolog a színházban. Ide nézze, mi mindent találtam ki. Csomó holmit felhoztam. Ez még a professzor idejéből való? Igen. Megengedi, hogy később megkóstolja. Jót tesz az embernek. Maga a professzor özvegye, ugye? És ez még a leányom Szilvia kisasszony, onnan? Igen. Szép és fiatal. Rendben van, most meg kell törölköznöm, mert különben meghűlök. Köszönöm. De amúgy erős vagyok, nagyon erős. De kényes is. Ha megerőltetem magam, van már vége. De erős vagyok. Nagyon erős. Meg is mutatom mennyire. Na, jöjjön, fogja meg a jobbkoromat. Maga pedig a bal kisasszony. Na jöjjön már, legyen szíves. Na, fogja meg a bal. Én pedig összeéreztem a tenyerem, mintha imádkoznék. Maguk pedig próbálják meg teljes erőből széthúzni a karomat. Gyerünk, bátran húzzák! Hát gyerünk! Ugyan már? Négy férfin az sem sikerülne. Nagyon erős, mint egy luxus motor. Na de vigyázzam kell magamra, és jól kell táplálkoznom. Azon kívül tiszta vagyok, és kellemes velem egyházban élni. Maga olyan telt és fehér, mint egy asszony? Igen, pedig sok nélkülözésen mentem keresztül a fogságban.
Valahol Dél-Olaszországban, egy szigeten, magányos házban él három nő. A fiatalon özvegységre jutott Agata, leánya Szilvia és sógornője Pia. Egy napon betoppan Angelo, aki állítólag együtt harcolt az elhunyt családtaggal, és tanúja volt utolsó szavainak. Mit akar még tőlem a férjem? Sajnálom, hogy ilyen feldúlt asszonyom. Nem vagyok feldúlt. Akkor talán fél valamitől? Nem, csak nem akarok semmit sem hallani róla. Nem akarok többet tudni róla. Csalódott és hazug ember volt. Azt mondta magának, hogy elmenekült tőlem jóval a háború előtt. Igaz? Hogy elhagyott asszony vagyok, magányos, és mindig is az voltam. Hogy elmenekült ebből a házból, mert szégyelte magát, a szórólatot, a hazugságot. Miért ment hozzá? Hittem benne, fiatal voltam. Ketten együtt, egyedül, a világ előtt elmenek. Egyedül az eszményeinkkel, az őszinteségünkkel, a szerelmünkkel. Megcsodálom. Meghatom. Micsoda komédia. Így kerültünk ide. Ennyi az egész. És azután? Aztán. Sem. Aszály, csönd, egyforma lappal. Az érzések is elfáradtak a nagy magányosságban. Ebben a darabban a lélektan foglalkoztatott engem a legjobban. Tehát lélektanilag próbáljuk megközelíteni a valóságot. Egy nagyon sarkalatos igazsága vagyon, hogy a Kecskesziget, és itt van a jelentősége a dolognak, hogy a társadalmi erkölcsi normákat egy elvont helyen, a Kecskeszigeten, az egyén a boldogság keresése okán átlépheti. Tudják, mit szeretek én még a gondolkodásnál is jobban? Beszélni! De igen, emiatt még néha az emésre is megkeretkezem, de ezek a beszélgetések és viták olyan szépek. Beszélgetni és megegyezésre jutni. Hát vagy eleinte vitába szállni, és a kérdések és feleletek fonalán, lassacskán, nyugodt hangon, némi ravassággal, és elrejtve fűszerezvén az érvelés végül is. Tudják, mire jutott ki az ember? Hogy mindig mindenben egyet értünk. Na és miért? Nem tudják mi? Árgyel. Mert mi minden, persze férfiak és nők, mi mindnyájan egyet értünk. Fivérek és nővérek. Fivérek és nővérek. Fivérek és nővérek. No és a bűn? Az hogy magyarázzák meg a bűnt fivérek és nővérek között? A hősöknek a viselkedése, még egy ilyen bűntény megtörténte kapcsán is, véleményem vagy nézetem szerint, egyénenként felmentéssel is szolgálnak saját maguknak esetleg, de én, mint kívülálló, nem akartam elsütni, de elsütöm, hogy védő ügyvédként is nézegettem a darabot, hogy ki tudnék felmenteni ezek közül, a szereplők közül. És akkor eszembe jutott Dosztojevszki, hogy Raskolnikov is milyen öntörvényűen cselekedett, és saját magának ugye igazat adott, és hitte, és hitette, hogy ez így helyes. Ugye? Tehát a maga létfilozófiájának szerzett érvényt. Itt meg még nagyobb szenvedélyekről van szó, mivel azt hiszem, hogy a szerelem a legerősebb emberi érzés, ami eddig, amióta lejöttünk a fáról, de lehet, hogy a fán is működött. Hogy nem túl veszélyes ez a dolog? Nem. No, akkor lemegyek. Ha! Jövök! Nézze, az előbb nem akartam megbántani. De meg kell értenie, hogy vannak lépések, amelyekhez ki kell várni a megfelelő pillanatot.
A három magányos nő élete felbojdul Angelo megjelenésével. Egyikük sem tudja kivonni magát a hatása alól, noha a vonzalom együtt él egyfajta megvetéssel is, amely nem csak a férfi, de egy idő után saját életmódjuk helyzetük felé is irányul. Ezek a belső küzdelmek vezetnek végül a bűntényhez, amelynek elkövetéséért talán mindannyian hibásak, vagy talán egyikük sem az. Attól színház a színház, hogy én magamnak megfejtem, de mindenki egyénenként kell eldöntse, és ezért érezheti jól magát, ha igazságot tudott szolgáltatni, vagy együtt tudott érezni valamelyik szereplővel. És azért színház.